A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, az elmúlt időszakban bizonyosan megszokták, hogy az Agrárinfo című műsorunkban számtalanszor beszámolunk, hogy mi minden történik a Jancsár kertben, hiszen a termelői és biópiac fantasztikus lehetőséget kínál, hogy egészséges élelmiszereket vásároljunk. Ugyanakkor most a kezemben tartok egy plakátot, egy plakáttervet, hiszen 10 éves a Jancsár kert, erről fogunk beszélgetni a Jancsár kert atyával, a Jancsár kert piaci és közösségért egyesület elnökével, Sósz Györggyel. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, nagyon jó ez a plakát, és azt hiszem, hogy nagyon jó visszaemlékezni arra az indítatásra, miközben megjegyzem, hogy most nyilván az átépítés miatt azért nehezebb a sor, de 10 esztendővel ezelőtt, amikor megteremtettétek annak a lehetőséget, hogy termelő és biopiac létesüljön a Jancsár kertben, ez egy óriási áttörés volt mindenképpen. Én azt hiszem, hogy ma már a fehérváriak zöme nagyon is tudatosan vásárol, és hát szombatonként ott a helye, ott a helyünk nekünk is. Kezdjük azzal talán, hogy honnét jött a gondolat, hogy ezt az álmot, mert először álomnak tűnt, megvalósítsd, hiszen itt már az alapvetésként is meghatároztátok, hogy milyen árukat fog a piac kínálni a fehérváriaknak. 2012-ig kell visszamennünk az időben, tehát már több mint 10 évvel ezelőtt elkezdődött ez a folyamat, amikor én találkoztam Perecsényi Györggyel, aki egy móri vállalkozó, fuvarozó, szállítmányozó cége van, nagyon színvonalas és komoly kamionparkkal rendelkeznek, egy nagyon komoly vállalkozóra van szó, ahogy én őt megismertem. És a dolog érdekessége, hogy ő maga is, mint egy hobbiként biogazdálkodással foglalkozott Mór határában, földeken, és a saját bőrén érezte azt, hogy bizony az értékesítés jobban is meg lehetne oldani, mint ahogy ez akkor tájt sikerült. Ő rendelkezett itt Székesfehérváron ennek az ingatlannak a tulajdonjogával, és akkor adódott az a lehetőség, hogy az ő biogazdaságának a termékeit értékesíteni, ezt a székesfehérvári ingatlant hasznosítani, és hát az én ambícióm, meg az én motivációm is kellett hozzá, hogy akkor mindebből létrehozni egy termelői piacot, egy háztáji piacot, és természetesen az ő gazdaságán kívül felkeresni más termelőket, és így kiszélesíteni a piacot. Ez akkor tehát találkozott a kormányzatnak azzal a törekvésével, hogy a háztáji termelők segítése, az egészséges életmód elterjesztése miatt termelői piacok jöjjenek létre az országban. Ez a piac annyiban különbözik a többitől, hogy abszolút magánkezdeményezés volt, magánerőből és magánforrásokból valósult meg, civil támogatással. A többiek ugye önkormányzati kezdeményezésű pályázaton pénzen elnyert piacok, amelyek létesültek, van közöttük, ami még ma is működik, különböző utakat jártak be. Hát a miénk akkor így sikerült, hogy a Perecsényi Györggyel való kapcsolatfelvételt követően elindultunk ezen az úton, és akkor én elkezdtem járni a megyei, és akár Budapestig is elmentem a termelőket, és felajánlottam nekik ezt a lehetőséget, bemutattam a perspektívát ezen a területen, ami egy jó adottság, hiszen a régi balatoni országút mellett van ez a terület, a Tóvárosi lakótelep, Palotavárosi lakótelep szomszédságában, az Úrhidai, Sárszentmihályi, Polgárdi agglomeráció közelében. Tehát az adottságok jók, csak kellett bele lelket tenni, hogy ebből az adottságból végül is kijöjjön egy olyan dolog, ami vonza vásárlókat, hiszen
Ez egy csodálatos dolog, hogy ha van egy olyan szolgáltatás vagy termék, arra hetente kb. 1500-an eljönnek, és jól érzik magukat, és ott szívesen vásárolnak. Tehát egy határozott jövőképed volt, egy olyan vízió, amelynek mentén aztán sikerült megvalósítani a legfontosabbat, tehát hogy termelői piacról van szó, biopiacról, tehát adalékmentes termelése az azt hiszem mindennél fontosabb, hiszen ebben az időszakban jött be, hogy az egyre inkább népszerűbbé vált. És ez megerősítést adott a termelőknek is, hiszen azért valljuk meg, hogy először ezt kétkedve fogadták maguk a termelők is, de aztán bejött. Hogy sikerült elérni, hogy ugye mondtad, hogy nagyon sok mindenkit megkerestél. Nyilvánvaló, hogy egyik részük azonnal kapva kapott az alkalmon, a másik fele viszont őket valóban meg kellett győzni. Hogyan sikerült azokat az állandó, hiszen gyakorta járunk ott, megvan az állandó egyik oldalról közönség, őket nem kellett megnyerni, mert szájról szájra terjedt nyilvánvaló, de az árusokat annál inkább. Igen, a legfontosabb talán a személyi kapcsolat, és én szinte azt mondom, hogy barátságok alakultak ki velük, meg a bizalom elnyerése. Tehát fel tudtunk kínálni nekik jó árusítási helyeket, standok lehetőségét, figyelmet, törődést az ő igényeikre, az ő szükségleteikre. Ezeket mindig maximálisan igyekeztünk figyelembe venni, sőt, egy kicsit proaktívan segíteni is. Tehát próbáltuk megismerhető tapasztalatok alapján, a legjobb gyakorlatok alapján kicsit orientálni őket reklámban, csomagolásban, értékesítési marketing technológiákban, a médián való megjelenés, közösségi médián való megjelenés csatornáiban, hogy igazodjanak el. Tehát ilyen kölcsönösen próbáltunk meg mindenkivel kicsit személyre szabottan együttműködni. A lehetőség viszont adott volt, tehát végül is a személyi kapcsolatok, amelyek, és ez a tartós, sok éven keresztül tartó bizalom az, ami ezt a 10 évet átívelte. Természetesen az árusok kitartása is kellett, és körülbelül ez idő alatt körülbelül 150-180 árus fordult meg a piacon. Mintegy 10 vannak, akik a rendszeres piaci 40-50 részvevők közül minden piacon részt vesznek, tehát vannak, akik elmaradtak a piacról, befejezték a vállalkozásukat, vagy más értékesítési csatornákat választottak, viszont mindig vannak újak, akik jönnek a piacra és kipróbálják a piacot. Jellemző a piacra az, hogy ez egy élelmiszerpiac, tehát nagyon sok termelői piacot ismerünk, amelyek nem csak élelmiszer értékesítéssel és kismértékben kézműves termékek értékesítésével, mint ahogy ez nálunk is előfordul, foglalkoznak, hanem például más dolgok, a régiségekkel. Tehát a balatoni termelőpiacok erről nevezetesek, de mi így az országban hát nem túl gyakori az, hogy megmaradt a piacnak az élelmiszerpiac dominanciája és a jellege. Minden fontosabb élelmiszerfajtából legalább 4-5 árus van, tehát mindig törekedtünk arra, hogy megnyerve az árusokat, kellő választékot, és hát a választékkal együtt a 1500-as vásárlónak megfelelő mennyiséget is tudjunk biztosítani. Hát így sikerült ezekkel a heti egyeztetésekkel, kölcsönös érdekek figyelembevételével kialakítani azt, hogy mindig jönnek új vásárlók, mindig van a piacon elegendő kínálat és mennyiség. Hát annak ellenére, hogy közismert, hogy ez a kistermelői szektor, akik a háztartási gazdaságokban dolgoznak, tehát családi szintű vállalkozások, és hát egyáltalán nem könnyű egy családi szintű vállalkozásnál, vagy egy kicsit, hogy ennél nagyobbak, a megélhetést, a termelést összhangba hozni. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, hogy hogyan alakult ki a termékskála, hiszen nyilvánvaló, itt nem a mennyiség, hanem elsősorban a minőség a fontos, bár a kettő néha kézenfogva jár. De hogy sikerült a termékskálát kialakítani, hiszen most mondhatjuk, ahogy az idén imént is elmondtad, hogy ez ideálisnak tekinthető jelen esetben.
Igen, meg kell jegyezni, hogy a covidos időszak hozott egy kis átrendeződést ebben a tekintetben, de most kezdtünk visszatérni a COVID előtti időszak termékskálájára, aminél nálunk mindig a fő prioritást a adalékmentes, vegyszermentes, a bioszintű termékek jelentik. Tehát arra törekszünk, hogy ebből mindig legyen egy jelentősebb árukínálat a hagyományos zöldségek mellett, ahol zöldségek, húsáruk, tejtermékek, sajtok, más termékek mellett, de az ő esetükben is ez nyilvánvaló, hogy törekednek arra, hogy vegyszermentesen, lehetőleg vegyszermentesen termeljenek, vagy minimális vegyszerek, hagyományos termelési módszerek felhasználásával, hiszen hát érzik azt, hogy a vásárlók ezt keresik, és ez az a igény, ami egy háztáji piac iránt megfogalmazódik. Kicsiben, egy családi gazdaság méretében meg tudja kapni azt a figyelmet a kertészet is például, ami kizárja azt, hogy túlzottan sok fegyszert használjanak fel a termelés során, és egyre inkább ebbe az irányba megy a termelés is, annak ellenére, hogy ugye ez egy hosszú folyamat, és mi is így a 10. év vége felé érünk el ide. Az árérték arány is tükrözi egyébként a minőséget, és ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Miként az is, hogy miként lehet ellenőrizni, hogy az a termék valóban biotermék legyen. Van-e arra ráhatásotok? Hát ennek egy objektív mércéje van, tehát Magyarországon léteznek a biominősítést, a biogazdálkodást minősítő szervezetek, akiknek a bizonyítványa, a bizonyíték a biotermelésre. Az, hogy az adott, hát elsősorban azért növénytermesztésről beszélünk, kertészeti termelésről, tehát hogy ezek megfelelnek a biogazdálkodás szigorú feltételeinek, tehát kezdve a talajvizsgálatától, a talajnak is teljesen biónak szabad lenni, több éven keresztül pihentetett, már a vegyszermenteli gazdálkodás alól kivont talajnak, és akkor folytatódik a palántával, és akkor a palánták és a növények termesztésével. Tehát ezek a minősített gazdaságokból viszonylag kevés van. Hát ilyen volt az említett Perecsényi Gyürékféle gazdaság, és jelenleg a piacon ilyen a fiastyúk, a csúri fiastyúk gazdaság, akik éttermet, panziót is nagyon színvonalosan működtetnek, nekik megvannak ezek a minősítéseik. Más gazdák nem jutanak el ahhoz, hogy ezt a minősítést is elérjék. Lehet, hogy túlságosan bürokratikusnak tartják ezt az eljárást, vagy ezt az utat, de mindenképpen sokan törekednek arra, hogy ezeknek a kritériumoknak megfeleljen. Ugyanakkor a minőség az önmagáért beszél egyébként is, tehát mondom, az árérték arány a tökéleteshez közelít. Fontos kérdés, hogy ugye említetted szőrmentén a COVID időszakát, voltak egyébként hullámvölgyek a piac működésében? De elmúlt időszakban? Uh-huh. Hát, amennyiben a piac rendszerességét értjük, akkor nem volt. Tehát gyakorlatilag a hivatalos megnyitója az 2013. március 23-án volt a piacnak, és azóta minden szombaton ez a piac ezen a helyen nyitva volt. És ezért értettük ez alatt a COVID időszakot is, de természetesen alkalmazkodtunk hozzá, és például a csarnokban akkor nem árusítottunk, hanem az árusok kiköltöztek a csarnok elé, és akkor a szabad levegőn a fertőzés veszélyt még jobban elkerülve történtek az árusítások. A piacon az árusok létszámát figyelembe véve sem látok olyan nagyon nagy hullámzást. Ez a 40-50 körüli árus, ami alkalmanként megjelenik a piacon, ez jellemző. A vásárlók tekintetében pedig ez az 1500 számot említettem alkalmanként. Ez esetenként lehet kevesebb is, tudom, időjárástól függ, vagy pedig lehet több is. Több akkor, amikor a piac működését segítő egyesületünk, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület valamilyen kapcsolódó rendezvényt szervezett, egészségpiacot például, vagy a kolbásztöltő fesztivált. Igen, itt olvasom, hogy, és itt az előzetesben, hogy
hogy több mint 50 városi szintű rendezvény megvalósult. Mennyire volt tudatos, hogy az egészségpiacot említetted, hogy összefogva a szakmával különböző orvosi vizsgálatok is végezhetőek voltak, és ez ráadásul rendszeressé vált? Abszolút tudatos volt, és ugye azt szeretnénk elérni, és hogy mindenkihez közele jusson az, hogy az elfogyasztott táplálék minősége az közvetlen hatása van az egészségre. És ezt a közvetlen összefüggést próbáltuk meg népszerűsíteni sok eseményen keresztül. Hát egyik ilyen volt például ezek az egészségpiacok, amelyek fél évente, negyed évente kerültek sorra a Székesfehérvári Városi Egészség Megőrző Iroda közreműködésével a piacon. Tehát igenis, hát amit elfogyasztunk, azzá leszünk egy kicsit, hiszen ennek egy fiziológiai folyamata van, hogy ezek az élelmiszerek mivé válnak a szervezetünkben. És ezért látom azt, hogy nagyon sokan, akik betegségekkel küzdenek, ők tudatosan jönnek vásárolni a piacra, és keresik azokat a gazdákat, és azokat a primőröket, vagy azokat a zöldárukat, vagy azokat a sajtféleségeket, gluténlaktózmentes termékeket, amelyek az ő egészségi állapotuknak megfelelnek. Tehát ez egy rendkívül tudatos lépés, és nagyon szeretnénk elérni az, hogy minél több ember ezzel az összefüggéssel tisztában legyen. Csak úgy, mint egy másik vonatkozásban, nem csak a piac és az egészség, közvetlen egészség kapcsolatát, hanem a piac és a háztáji környezetvédelem kapcsolatát próbáltuk azzal elősegíteni, hogy a piacról megpróbáltuk száműzni a műanyagzacskókat. Tehát, hogy újra felhasználható vászonzacskókban vásároljanak kosarakban a vásárlók, és hogy ezeket a nehezen felbomló, sok évtizeden keresztül velünk maradó műanyagtermékeket száműzzük a piacról. Tehát ezek így az egyesületi munkában nagyon tudatos lépések. Ugyanakkor nagyon fontos lépés volt az elmúlt esztendőben, amikor is, hiszen mi magunk is beszámoltunk róla, elérkezett az új piac ideje. Azt hiszem, hogy ez egy áttörést jelent mindenképpen, hiszen az építkezés már megkezdődött. Honnét jött ez a gondolat, hiszen ez a kettősség, ami majd most az új, felújult, megújult piacot jellemzi, azt hiszem, hogy egész Fehérvárnak nagyon jó lesz. Igen. Ugye azért az előző év, első évében a piac, amikor a Perecsényi György volt a tulajdonos az ingatlannak, és az ő biogazdaságokra épült a piac. Mindig felvetődött az, hogy fejleszteni kellene a piacot. Azért őszintén szóval egy eléggé retro körülmények között működő piac volt akkor is, és mindenképpen fejlesztés igénye volt, hiszen egyre többen érdeklődtek a piacról. Meggyőződésem, hogy ezen a nagyságrenden, amiről most az előzőekben is beszéltünk, tehát ezen lehetne még bővíteni a piacot, minőségben tudna fejlődni a piac, és árusok számát, vásárlók számát is tekintve. De ezen a határponton szűkösek voltak az előző tulajdonos lehetőségei, és akkor az ő felkérésére én elkezdtem keresni olyan befektetőket, akik a piacnak ezt a székesfehérvári vonzerejét elismernék, megtartanák, és nagyon szerencsém volt, hogy a kutatómunkám eredményeként egy ajkai testvérpárhoz jutottam, akik az országosan ismert Ecofamily áruházlánc tulajdonosai. Székesfehérváron is van a Zone Parkban egy ilyen áruházuk, és ők, mondhatom, hogy spirituális beállítottságok, és értékelik azt is, amilyen hangulatot tapasztalnak egy piacon, egy piaci napon, amikor eljönnek hozzánk, és látják, hogy sok jókedélyű, mosolygós, elégedett ember van. És elhatározták, hogy ezt a piacot ők megmentik, fejlesztik, megtartják, de ezt a terület adottságait kihasználva egy hasonló méretű saját áruházat is építenek, mint amilyen a Volt Park Centerben, most a Zone Parkban megtalálható Székesfehérváron is, szintén nagyon népszerű. És hát így
így tudunk előrevetíteni egy újabb fényes 10 évet a piacnak. Remélhetőleg sikerül megtartani, beköltözve ebbe az új felújított vásárcsarnokba október végén, november elején, sikerül megtartani a piac eddigi hangulatát, és de sikerül egy kicsit modernizálni is, és jobban követni a vásárlói igényeket. A leszűkített szombat délelőtti piaci napról egy kiterjesztettebb termelői háztáji piacot sikerül majd értékesítő technikákkal, a nagyobb nyitvatartással majd elérni. Tehát most folyik a munka, gőzerővel egyéb iránt, nincs kétségem felőle, nehéz volt a költözés? Hogy viselték ezt a vásárlók, illetve az árusok? Igen, ugye egy ilyen nagy építkezésnél, ami természetesen a teljes parkolóterület felújítását is tartalmazza, nem csak az épületek felújítását, megépítését, ez felfordulással jár a teljes korábbi 9000 négyzetmétert lefoglalta. Szintén a tulajdonosokat dicséri, hogy egy újabb 2500 négyzetméteres területet vásároltak a piachoz, amelyben volt egy nagy raktárépület. És most jelenleg a hagyományos, az előző piac mögötti raktárépületbe költözött át a piac. Természetesen itt a körülmények megint nem mondhatók rózsásnak egyáltalán, de pont ez az összetartás, ez a barátság, ez a vásárlókkal kialakított jó kapcsolat eredményeként mondhatom, hogy némi vásárlói szám csökkenéssel, ami egyébként csak a parkolási újabb nehézségekből adódik, de folytatja a piac ezt a 10 éves munkáját, és megint mondhatom, hogy egy szombatot sem hagytunk ki. Átköltöztek a faházak, átköltöztek a standok, az árusok erre az új helyre, és itt még mint egy 30 piac, szombati piacnap vár ránk, és hát október végén, november elején tudunk majd visszaköltözni a vásárcsarnokba. Tehát egy határozott jövőképe van a piacnak és mindenkinek, hiszen korán sem véletlen, ahogy itt írtad te magad is, hogy Magyarország legjobb, legértékesebb termelői piacának tartják. Ez egyébként előrevetíti a fejlődést is, a fejlődés záloga az új épület ezzel együtt. Miként invitálnod meg azokat, akik még nem jártak ezen a piacon? Hiszen itt mindig van újdonság, és mindig megmaradt az a termelői hagyomány, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke. Erre a szombati piacra szeretném meghívni a vásárlókat, és számunkra ez a 10 éves ünnepnek akkor van értelme, hogyha meg tudjuk köszönni a vásárlóknak a piac, az árusok iránt mutatott szeretetét, kitartását, és egy gesztus szeretnénk gyakorolni, hogy minden vásárlónak ezen a piaci napon a vásárolt termékekből 10% kedvezményt biztosítanak az árusok, illetve hát ha nem fér bele a 10%, akkor pedig valamilyen ajándékot kap minden vásárló. Tehát itt a vásárlók a lényegek, nem mi vagyunk a lényegek, nem mi vagyunk az árusok, hanem akik mindig megtisztelnek most már 10 év alatt, mint egy 550 alkalommal bennünket azzal, hogy kilátogatnak a piacra. És hát azt tudjuk még ígérni, hogy még inkább a új csarnokba visszaköltözve minden nap a legkeresettebb háztáji cikkek elérhetők lesznek, mert tervezünk egy termelő, úgynevezett termelő boltot létrehozni, hogy minden nap azok a sajtok, vagy hústermékek, vagy tejtermékek, azok a méhészeti termékek megtalálhatók legyenek, azok a zöldségek mellett, amelyek a leginkább keresettebbek. Előre fogunk lépni a vákumcsomagolás, illetően önkiszolgáló pultokat tervezünk beállítani, ami még könnyebbé teszi a vásárlást. Vannak még dédelgetett terveink az internetes vásárlásról, de ez lehet, hogy majd a jövőnek a kihívása lesz. Tehát akkor lesz dolgotok bőven. Most én ehhez kívánok jó egészséget, és természetesen mi is majd beszámolunk folyamatosan a piac működéséről, hiszen ahogy ezt keretbe zárva
a bevezetőmben is mondtam, rendkívül fontos számunkra, hogy a Jancsárkert termelő és piac ilyen szinten működik Székesfehérváron. Gyurikám, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És hajrá, Jancsárkert. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tehát kérem, ne feledjék, 10 éves a Jancsárkert, látogassák továbbra is, én pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.